Üdv itt az 5 napos zenetanulás kihívásnak a 4. napjában immár. Az első 3 napban lefektettük az alapjait egy szép előadásnak. Az első nap ugyanis megnéztük, hogy hogy kell az ongorával a leghatásosabban egy kapcsolatot kialakítani, és hogy kell bemelegíteni akár egy hosszú, fárasztó nap után is, ahhoz, hogy tudjál gyakorolni szépen, és a lelkedés rendben legyen. A második nap megnéztük, hogy konkrétan hogyan kell kidolgozni egy számot akár akkordokból, és a 3. nap pedig megnéztük azt, hogy ezeket a hangokat, amiket kidolgoztunk, vagy amik már kottában megvoltak, hogy kell úgy eljátszani, hogy profin szóljanak. A mai videónkban ezt visszük még tovább egy lépésre, ugyanis a mai témánk az improvizáció lesz ezekre az alapokra. Ha láttad már a videóimat, akkor tudhatod, hogy az én szívemnek nagyon kedves téma az improvizáció, és ez nem véletlen. Én már nagyon régóta improvizálok, több mint 10 éve, és azt vettem észre, hogy az összes részében a zenei tanulmányaimnak segített az, ahogyan improvizálok, és az életemnek egyéb területeiben is segített az a hozzáállás, amit egy zenei improvizáció közben alkalmazok. Ugyanis a kreatív folyamatom az nagyjából annyi, meg minden improvizációnál az van, hogy veszel meglévő eszközöket, mint mondjuk a beszédben a szavak, és azokat attól függően rendezed újra, amit éppen szeretnél mondani. Csak úgy, mint az improvizált beszédben. És a kreatív gyakorlás teszi élvezhetővé a gyakorlást hosszú távon, ez a meggyőződésem. Sokan azért tudnak bele a gyakorlásba, mert egyszer megtanulnak valamit, és mindig, amikor leülnek játszani, akkor ugyanazt ismételgetik, és ez hosszú távon unalmas. Egy idő után elkerülhetetlenül kiég a dal. Persze, nyilván lehet más verziót kidolgozni, feltéve tudod, hogy lehet ilyet. Meg lehet új számokat is tanulni, amik mondjuk hasonlóak, mint az előző, mondjuk egy másik Beatles számot, hogyha a jelenlegi példánk nem maradunk. Viszont azért szerintem érzitek, hogy egy idő után mégiscsak ugyanazokat a sémákat ismétled, mert ugyanazok az akkordok vannak, nagyjából hasonló kombinációkban, hasonló tampokkal, szóval azért elég könnyen ki lehet égni egy idő után. Mert oké, ameddig ezeket megtanulod, addig ez tényleg élvezetes számodra, ameddig felfedezed ezeket az új dolgokat, addig tényleg megvan a felfedezésnek az élvezete. Ez az, amit állandósítani tud, az improvizáció. A zongorázásnak, a zenélésnek a szabályai nincsenek kőbevésve. Itt abszolút megéri kísérletezni, hiszen ez nem olyan, mint a szívsebészet. Itt, ha hibázol, nem hal meg senki. A legrosszabb dolog, ami történik, az az, hogy nem tetszik, amit játszol. És akkor azt nem játszod legközelebb úgy. Ha van pár egyszerű eszközöd arra, hogy szabadon játsszál, igazából ezeket néztük meg az előző 3 videóban is, akkor mindig van egy új oldala ugyanannak a zenének, amivel tudsz foglalkozni, amit fel tudsz fedezni. Így nagyon hosszú ideig tudod játszani. Plusz, ahogy az idő elteltével egyre több eszközöd lesz, ezeket is ki tudod próbálni, és egyre több mindennel fogsz tudni játszani. Ennek a folyamatnak pedig az a vége, hogy egyszerűen csak leülsz, és azt játszod, ami éppen eszedbe jut, úgy, ahogy éppen eszedbe jut. Egy teljes nagy szabadságod lesz az zongoránál. És igazából ez a lényeg, nem? Plusz így a zenéhez is közelebb tudsz kerülni érzelmileg. Kicsit hasonló ez a dolog, mint amikor egy problémát minél több oldalról körbejársz, annál jobban megérted, a zenék is így vannak. Erre mutatok most 3 egyszerű eszközt, kvázi gondolatébresztőnek. Ha végigcsináltad az előző napok feladatait, akkor itt most könnyű dolgod lesz, ugyanis szerintem úgy lehet a legkönnyebben elindulni az improvizációval, hogyha azt variálod, amit már amúgy is tudsz. Gondolj bele, beszéd közben se találsz ki új szavakat, csak a meglévő szókincsedet szervezed újra minden egyes mondatban, annak megfelelően, hogy mit akarsz mondani. Szerintem az első lépés az az, hogy játszunk a karakterrel, mint a tegnapi nap folyamán, amit elkezdtünk, csak szélsőségesebben. A következő lépéshez pedig vegyük elő a bemelegítő gyakorlatokat az első napról. Ugye az egyik az az volt, a másik pedig ez. Nézzük meg a hangnemet, ami jelen esetben A-moll, ezek a hangok, vagy a középrészben pedig A-dur. Ezeket felhasználva improvizálhatunk teljesen szabadon egy intrót, tehát egy bevezetést, vagy egy outrót. Az intrónak és az outrónak is egyébként, de főként az intrónak az a célja, hogy megalapozzuk a hangulatot, még mielőtt elkezdenénk a dalt játszani. Nagyon sokszor egyébként azokból az elemekből épül fel, amikből később a dal is fog, majd erre mindjárt mutatok példákat. Viszont azt szeretném ebből kiemelni, hogy amikor improvizatív módon játszol valakik előtt, akár a barátaid előtt, akár egy koncerten, és megválasztatod, hogy mit játszol el, nagyon sokszor segíthet az átszellemülésben, már a koncert éles szituációjában az, hogyha elkezdesz csak egy intrót játszani, amiben hangulatot próbálod meg megtalálni. Például, hogyha halkan szeretném elkezdeni a számot, akkor játszhatok egy ilyen intrót hozzá. Ha hangos intrót szeretnék, mert mondjuk hangosan szeretném elkezdeni a számot, akkor egy ilyen intrót csinálnék. Még akkor is érdekesebb lesz, hogyha amúgy más nem módosítasz a zenén. Tehát csak ugyanazt a kidolgozott zenét eljátszod, csak egy intróval, meg egy outróval, amit az előző napokon megnéztünk, úgyhogy ezzel érdemes kísérletezned. A következő lépés az pedig a balkéz variációi, ezt láthattátok az előző napokban, hogy csináltam. Segíthet a balkezes videóimnak mind a kettő igazából. Nézd meg, hogy konkrét technikákat szeretnél. Most arra szeretnék jobban rávilágítani, hogy milyen karaktert szeretnél még elérni a balkezed által. Például mozgalmas. Azzal, hogy hol játszod az akkordot az zongorán. azzal, hogy akár ezeket váltogatod. Mit tud csinálni a jobb kéz? Ha témát elkezded variálgatni, akár tempó, ritmika, hanghoz, hangerő és a többi tekintetében, akkor egy idő után óhatatlanul eszedbe fog jutni, hogy jó lenne egy-egy helyre más hangot bejátszani, mint ami a témában van. Ez az első útja annak, hogy improvizáljunk a jobb kézzel. Ez pedig az első lépés a szabadabb szólózás felé, amikor ugyanarra az akkordmenetre nem a témát játszod, hanem olyan hangokat, amik szintén jók lennének oda. Jellemzően ezek a hangok egyébként a skálán belülről lesznek, és még konkrétabban azok a hangok, amik az adott akkordba is beletartoznak. Azok fognak a legeslegjobban szólni, ezen kívül pedig szintén ajánlom, hogy próbálgassad. Minden esetre, hogyha gyorsan akarsz tanulni, szerintem a lehető leggyorsabb útja az első kezdő szinten az az, hogyha próbálgatod, és ami tetszik, azt megtartod, ami még nem tetszik, azt meg nem játszod többet. A fő elvitele az improvizációnak az nem újabb szabályok, ezek csak tényleg szempontok voltak, amikkel tudsz játszani, ha úgy tetszik játékszerek a homokozóban. Itt a legfontosabb, hogy bátor legyél, és csak merd azt játszani, amit éppen jónak gondolsz. beszélsz. Ennek egy következő szintje, ami szerintem egy tök jó gyakorlat, hogyha mindezt fölveszed, akár hang, akár videó felvételre, és megpróbálod ezt minél tudatosabban amúgy intézni egy idő után, de még a játékos karaktert megtartva. Én örülnék neki, hogyha meg tudnám hallgatni ezeket a dolgokat, de tudom, hogy az elején, hogyha még nem csináltad, akkor elég nehéz ezeket felvenni. Mindenesetre, hogyha kipróbálod, hogy felveszed és nem tetszik, akkor kitörlöd, ha pedig tetszik, akkor meg be tudod küldeni akár hozzám, hogy még szuperebbé tudjuk tenni. Itt igazából szintén semmi vesztenivalód nincsen. Játsszál. A mai feladat tehát játsszál azzal, ami leginkább megfogott a videóból. Akár felveszed, akár nem, ez sokat fog neked segíteni. Ezzel a videóval tehát összeszedtük azokat a legfontosabb alapokat, amik a szabad zenélés felé tudnak téged vezetni. Átnéztük az előző napokban azt, hogy milyen úton érdemes haladni ahhoz, hogy egy szép zene jöjjön ki a kezed alól. A mai napon pedig rátettük azt a réteget, ami a szabadság felé fog téged vinni hosszú távon. A holnapi záró videóban pedig azokról a koncepciókról fogunk beszélni, amikbe érdemes akkor beleásnod magad szerintem, hogyha már ezeket az alapszinteket elsajátítottad, és egy kicsit magasabb szinten szeretnél már ezekkel foglalkozni. Akár kezdőként, akár már haladóként jön hozzám valaki tanítványnak. Minden alkalommal igyekszem az improvizációra is hangsúlyt fektetni, ugyanis azt tapasztalom, hogy ez az, ami legjobban leköti a tanulókat, és ez az, amit mindenki a legjobban élvez, mert csak azzal foglalkozol, amit tudsz. Tehát nem kell olyat játszani, amit nem tudsz, és nincs az az élményed, hogy úristen, se tudod, hogy mi van. Szóval ez visszaigazol engem abban, hogy akár egy kezdőnél is nagyon fontos improvizációról beszélgetni. Úgyhogy ha szeretnéd azt, hogy személyesen is segítsek neked mindezeket implementálni, akkor mindenképpen foglalj egy ennyires első órát a kiskárolylaszlo.hu/mentorprogram oldalon. Most már mindent tudsz azzal kapcsolatban, hogy mi a feladatod, minden információ rendelkezésedre áll. Hogyha elakadtál azzal kapcsolatban, hogy ezeket hogy kéne valójában megcsinálnod, vagy azzal kapcsolatban van szükséged segítségre, hogy hogyan tovább. Szerintem ez az a téma, ahol a legtöbb személyes segítségre szüksége lehet valakinek, aki még sose improvizált. Viszont ez az a téma, ami a legtöbb előnnyel rendelkezik az életnek az egyéb területein is. Gondolj bele, hogy az ilyen órák azok egy mesterséges környezetet biztosítanak arra, hogy gyakorold a hibázást. A legrosszabb dolog, ami történik, hogy nem tetszik, amit játszol. Viszont a bátorságot meg tudod szerezni és fel tudod építeni ahhoz, hogy kockáztass és próbálgass ezeket az eszközöket. Igazából nagyon sokat nyerhetsz, nem csak zeneileg, hanem az életben is. Ezt az én saját példám, meg a tanítványaimnak a példája is alátámasztja, és nagyon keveset veszíthetsz. Úgyhogy felkeltettem az érdeklődésedet, akkor mindenképpen foglalj magadnak egy ingyenes első órát. Nagyon szívesen beszélgetnék veled akkor is egyébként, hogyha végül úgy döntünk, hogy nem fogunk tudni, vagy nem szeretnénk együtt dolgozni most, a következő hónapokban. Kíváncsi vagyok arra, hogy milyen problémákkal küzdötök személyesen, és amit tudok, azt igazából ott is segítek egy-két tippet azon az első órán is. A holnapi záró videóban pedig szeretettel várlak vissza. Szia!